Budapesten születtem, a szüleim egyetlen gyermekeként, így a gyerekkoromat azért megfelelőképpen szabályozta azt, hogy egy burokban neveltek. Budapesten, illetve a Szentendrei szigeten töltöttem a gyerekkorom nagy részét, valószínű innen is adódik a természet szeretete. Iskola választásnál nagyon nem volt ötletem, hogy milyen irányba menjek, ezért egy barátom javaslatára egy kertészeti iskolát néztünk meg, ahol végül is ott ragadtam, így a szakmám a mai napig kertész, és ebben dolgozom. Körülbelül másodikos lehettem, amikor az első megbízásaimat megkaptam, füvet nyírtam, permetezni jártam, öregnénikhez jártam metszeni. Mondhatom azt, hogy a szakma legaljáról kezdtem, és akkor innen szépen fokozatosan kerültem egyre följebb, vagy egyre nagyobb munkák közelébe. A középiskolai tanulmányaimat is hasonló sikerrel végeztem, mint általános iskolába, viszont a technikusi vizsgám, az utolsó vizsgám az dicséretesre sikeredett, holott akkor már másfél éve nem jártam be az iskolába, mert folyamatosan dolgoztam. Azt hiszem többször ki szerettek volna már rúgni emiatt, és a végén bocsánatot kértek, hogy azért ezt rosszul ítélték meg. Akkor már azért bőven volt gyakorlatom, talán akkor már 2 éve volt saját vállalkozásom. Mivel minden időmet a kertbe töltöttem, ezért előfordult az, hogy az intim pillanatok is egy fa tetején értek. A vállalkozás működött, de azt éreztem, hogy nincs meg az a kihívás, nem feltétlenül érzem magam komfortosan ebbe, nem tudok egyről a kettőre jutni. Majd talán az egyik legnagyobb munkánk érkezett, sajnos a válsággal egy időben, mert hogy egy hatalmas lakóparknak a kivitelezését csináltuk, útburkolatok, tetőkertek, parkosítás, minden, amikor is elfogyott a pénz, és így ez az én vállalkozásomat is érintette, akkor már nagyon benne voltunk a munkában, és hát ez jóformán beborította a teljes vállalkozást. Ők nem fizettek, nagyon sok pénzünkben volt az anyagban, így hát elkezdtem felemészteni a saját tőkémet, vagy a saját vagyonomat azért, hogy életben tudjon maradni a vállalkozás. Hál' Istennek ez sikerült, viszont ott megtörtem egy picit, és onnantól kezdve elkezdtem azt a lehetőséget keresni, hogy milyen más területen tudok én boldogulni. Tulajdonképpen elment a kedvem ettől az egésztől. Ennek ellenére a vállalkozást rendbe lehetett rakni, és sikerült megint egy pozitív, egy plusz termelő vállalkozást építeni, ugyanebben a profilban, ugyanígy kertészeti témakörben, de szintén kerestem mellette az új lehetőségeket. Próbáltam ingatlan közvetítést, voltam tanfolyamon, millió ötletem volt, hogy milyen dolgokat szeretnék még csinálni, és végül ezek közül az ötletek közül egy nagyobb szabású dolog valósult meg, a kalandpark, ahol jó érzéssel töltötte, hogy én találtam ki az egészet, találtam hozzá egy területet, találtam hozzá befektetőket, és így 6 évvel ezelőtt el tudott indulni egy másik vállalkozás az én kezem alatt. De mindezek mellett a kertészeti biznisz az ment tovább. Az elmúlt 3 évben tudom azt mondani, hogy megtaláltam a helyem, vagy tudom azt, hogy milyen irányba érdemes menni. 3 évvel ezelőtt váltottam a rendszeren, és azt vettem figyelembe, hogy mi az, amit én szívesen csinálok, és erre próbáltam felépíteni mindazt, ami körülvesz. Így az egyéni vállalkozói kereteket felváltotta egy ügynökséges forma. Most már mondhatom azt, hogy szívesen csinálom azt, amivel nap mint nap foglalkozom. Sokszor szoktam nevetni, mert hogyha új emberrel közlekedek a városban, akkor tulajdonképpen a témáim között mindig megszakítom a beszélgetést, és mondom neki azt, hogy jó, ott is csináltunk éppen valamit, meg arra is van kertünk. Én már 15 évvel ezelőtt mondtam azt, hogy én szeretnék magamnak egy birodalmat építeni, és ezt úgy gondoltam, hogy ezt csak úgy lehet elérni, hogy az ember embereket alkalmaz maga alatt, és nagy céget épít. Viszont figyelemmel kísérve azt, hogy mi történik az ember körül, figyelembe véve azt, hogy az embernek milyen személyiségei vannak, rá kellett jönnöm, hogy nem ez az útja, és büszkén mondhatom, hogy ezt a mai nap is birodalmat építek, viszont teljesen máshogy, mint ahogy azt fiatal koromban elképzeltem. Egy kert attól szép, hogy a benne élő növények jól érzik magukat. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat, ahhoz minden feltételt nekünk meg kell adni. Ugyanezt az elméletet követve a vállalkozóinknál is szeretnénk minden feltételt ahhoz megadni, hogy ők sikeresek legyenek és működjenek, hogy ők fejlődjenek. A rendszerünk úgy van kialakítva, hogy ha ők fejlődnek, akkor az a mi fejlődésünkre is jelenti, így mindenki boldog. Az én példámon okulva azt tudom mondani, hogy az embernek figyelembe kell venni a saját képességeit, és azt, hogy az élet merre tereli őt. Akárcsak a természetben, ahogy a növények sem gondolják túl azt, hogy kell fejlődniük, ők csak törnek a fény felé, keresik maguknak az életteret, és fejlődnek. Úgy gondolom, hogy ezt kell követni az embereknek is.